Akkor nagyon szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón, amelynek az apropója világos. A mai napon hivatalosan is kezdetét veszi a kampányidőszak, kezdetét veszi a végső roham, amelynek a végén április 3-án el fog dőlni Magyarország jövője. El fog dőlni, hogy az Orbáni gyűlölet győz, vagy az ellenzéki összefogás. El fog dőlni, hogy folytatódhat-e az ország 12 éves fosztogatása, vagy végre elkezdjük megtisztítani a közéletet a korrupt, tolvaj politikusoktól, a völnerektől, a simonkáktól, a csöböröktől, az Orbánoktól. Április harmadikán el fog dőlni, hogy Magyarország tovább járja-e az elmúlt 12 év útját, a szegénység és a fédelem útját, vagy végre rálép a szabadság és a jólét útjára arra az útra, amit az egységes ellenzék kínál ennek a nemzetnek. Az elmúlt időszakban Orbán Viktor egy személyben, kijelölte, hogy kik azok a fideszes politikusok, akik képesek Magyarországot továbbra is a szegénység és a félelem útján tartani. Orbán Viktor egy személyben kijelölte, hogy kik azok a fideszes politikusok, akik a legjobban megfelelnek a Fidesz értékrendjének, a lopásnak, a csalásnak, a hazudozásnak. Itt Csöbör Katalin -re esett a választás. Mi ellenzékiek egészen más utat választottunk. Előválasztást tartottunk, hogy maguk a választók döntsék el, hogy kik azok a képviselő jelöltek, akik a tisztességük, a tehetségük, a szorgalmuk alapján méltóak a választók képviseletére. Orbán Viktor jelöltjei Orbán Viktort fogják szolgálni. Az előválasztás győztesei, ők pedig a nemzet egészét fogják szolgálni. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, a mai naptól 500 ajánlást kell összegyűjteni. Én azt gondolom, hogy ezzel a mai napon ö, meg is leszünk. Ezt követően, természetesen, ahogy eddig is, mint Márkizai Péter, mint pedig az ellenzék 106 közös képviselő jelöltje maximálisan számíthat a támogatásomra. A Jobbik 29 képviselő jelöltjér pedig kivált kép tűzbe fogok menni az elkövetkezendő időszakban, és nyugodtan mondhatom azt, hogy a választók ránk bízták a nehezét. Igazi csatatér körzeteket, ahol vért és verítéket kell izzadni a győzelemért, de amely körzetek nélkül nem lesz meg a kormányváltás. A Borsod egyes választó körzet szintén egy ilyen csatatér körzet, ahol Szilágyi Szabolcs képviselőtársam fog megmérkőzni Orbán Viktor Miskolci helytartójával, és le is fogja őt győzni. Nincs több lehetőségünk. Azért fogtunk össze, hogy ezt az országot megszabadítsuk a fideszes gengszerektől. És nagyon jól tudjuk, hogy úgy, ahogy ebben a körzetben, úgy országosan is a Fidesz mindent be fog vetni a hatalom megtartás érdekében. Pénzt, hazudozást, gyűlöletet. Nekünk ezzel szemben három eszközünk van. Az összefogás ereje, amelyik már Miskolcon bizonyított, a lábunk ereje, hiszen rengeteg aktivistánk van, akikkel le fogjuk gyalogolni ezt az országot, hogy minél több választópolgára személyesen tudjunk találkozni. És a harmadik az pedig a hitünk, ami minden más erőt képes megsokszorozni. Mi nem zsoldosok vagyunk, mi hiszünk abban, amit csinálunk. Hiszünk abban, hogy abban az országban, illetve az az ország, ahol az ellenzék képes ilyen szintű egységet teremteni, az az ország csodákra képes. Mi hiszünk abban, hogy Magyarország lehet olyan, mint amilyen az ellenzék. Egységes, de sokszínű. Elég volt a Fidesz egyhangúságából. Elég volt abból, hogy 12 éve ebben az országban egy ember dönt mindenről. Elég volt a lopásból, elég volt a hazudozásból elég volt a gyűlölködésből, elég volt az Orbán rendszerből. Ennek az országnak kormányváltásra és rendszerváltásra van szüksége. Április 3-án váltsunk kormányt, váltsunk rendszert, fizessenek meg a tolvajok, jó létek minden magyarnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szirágyi Szabolcsi Köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntöm minden kedves érdeklődőt és a sajtó munkatársait. Szilágyi Szabolcs vagyok, Borsodobói Zemplén megye egyes számú választókerületének egységes ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltje. Ahogy elnök úr is említette, április 3-án nem csak kormányt és rendszert válthatunk, nem csak ezt a korrupt állampártot zavarjuk el, zavarhatjuk el, hanem arról is szavazunk, hogy arról is döntünk, hogy milyen képviselete legyen Miskolcnak és környékének. Láttuk azt, hogy azért itt az elmúlt 12 évben igazán lett volna mit tenni, és hogyha megnézzünk más Miskolcos hasonló nagyvárosokat, akkor pedig azt látjuk, hogy sorra húznak el mellettünk. Tehát valahogy a lobby erő az nem teljesen érkezett ide ebbe a, kör, kör, ebbe a körzetbe is, Miskolcra is környékére, mint ahogy annak rendje és módja szerint kellett volna történnie. Sajnos én magam is olyan helyen nőttem fel itt az avason, ahol az irányító számod meghatározhatja, hogy mire viheted az életben. És én azért szeretnék küzdeni a parlamentben, hogy ez megváltozzon. Hogy a gyerekeinknek már ne olyan helyen kelljen felnőniük, ahol gyakorlatilag az, hogy ő hova született, az determinálja egyben azt is, hogy mire viheti az életben. Ahhoz pedig úgy gondolom, hogy három dologra van szükség. Őszinteségre, szolgálatra és hazaszeretetre. Ez a három, én úgy gondolom, bennem megvan így. Én szeretném kérni az önök bizalmát, és ahogy már nyolc éve itt az Avason önkormányzati képviselőként szolgálom önöket, úgy, gondol, úgy gondolom, hogy referenciaként szolgálhat az, hogy én mégis uh, uh, mit tudok letenni az asztalra, mit tettem le eddig az asztalra, és nem uh, üres ígérgetéseket, vagy nem pedig, uh, nem pedig egy ilyen csekket kérek uh, önöktől, hogy, uh, hogy uh, hogy szolgálsam önöket, hanem úgy gondolom, hogy ez, ez egy referencia lehet ez az önkormányzati munka arra nézve, hogy, hogy mégis milyen munkát tudok én végezni, akár ellenzékben, akár városvezetői pozícióban. Így hát arra szeretném önöket kérni, hogy az egységes ellenzék listájára és az egységes ellenzék előtjeire tegyék április harmadikán a voksukat. Nekem hatalmas nagy megtiszteltetés és nagyon hálás feladat az, hogy önök közül egy lehetek, aki a fidesz szembe megy. És hogyha van kérdés, akkor nagyon szívesen állunk a sajtó rendelkezésére.